Kigyulladt és le is égett, majd a teteje is beszakadt egy győri műanyag feldolgozó üzem egyik raktárhelységének. Már a virradó éjjel Győr fölött sűrű fekete füst gomolygott. A helyszínre a környék 5 tűzoltó parancsnokságáról érkeztek segíteni, de az épület bontásáig még azt sem lehet igazán tudni, hogy milyen és mennyi éghető anyag van még a csarnokban. 5 óra előtt nem sokkal riasztották a győri tűzoltókat azzal, hogy egy telepen ég egy raktárcsarnok. Az 1400 négyzetméteres épület teteje ekkor már lángokban állt. Jelenleg 5 hivatásos tűzoltó parancsnokságról 13 gépjármű dolgozik 45 fővel. A helyszínen 1400 négyzetméteren egy műanyagot feldolgozó üzem raktárcsarnoka, illetve gyártóüzeme égett. Az egységek a tüzet jelen pillanatban körülhatárolták. A munkátok tovább folynak, elhúzódó munkátokra számítunk. A tűz tovább terjedését sikerült megakadályozni, de az épület teteje beomlott maga alá temetve az ott levő gépeket, anyagokat. Ez tovább nehezíti az oltást, mert az izásban levő tető alatt nem látható, hogy mi az, ami még meggyulladhat. Közben egy közeli telepen keletkezett tűzhöz is riasztották a tűzoltókat. Egy fémforgácsoló üzemben 2000 köbméter olajos fém izzott és kapott néha lángra. Ezt a tüzet sikerült viszonylag gyorsan eloltani. A tűzoltók szerint a két tűznek azon kívül, hogy egymáshoz közel voltak, nincs köze egymáshoz. A győri tüzekben egyébként senki sem sérült meg.